És akkor először egy kicsit arról szeretnék beszélni, hogy a kérdőívet, ami a felmérésünk alapját jelentette, hogyan állítottuk össze. Ezt velem együtt az EMA Egyesület ügyvezetője Schmidt Erika készítette, és közreműködött az összeállításában Nikolász Rubaskin, szülésznőgyógyász, orvos, antropológus, egyenesen Kaliforniából, aki korábban 2016-ban itt Magyarországon a hálapénzfizetés és a szülészeti ellátás összefüggéseit kutatta. Ő ezt a Mother-Centered Pregnancy Care kérdőívvel tette, és ezen a kérdőíven kívül még a Babies Born Better Survey-t és a Listening to Mothers nemzetközi kutatásokat is alapul vettük a kérdések összeállításában. Természetesen nagyon fontos volt az is, hogy a magyarországi kontextusra aktualizáltuk a kérdéseket. Négy fő témát vettünk végig, ezek a szülés körülményei voltak, aztán a szaksegítséghez, tehát a szakemberekhez fűződő kapcsolatát is vizsgáltuk az anyáknak, a korai gyermekágyas, tehát a kórházban a kisbaba születése után töltött napok élményeit, illetve a hálapénz fizetés gyakorlatát, a hálapénz fizetéshez fűződő viszonyát vizsgáltuk még az anyáknak. Az ígyszültem.hu oldal kettős funkciót töltött be, tehát egyszerre volt egy kutatási eszköz is a kérdőívvel, és ezzel együtt pedig egy információs oldal is. Ennek az volt igazából az oka, hogy ma Magyarországon nincsen nagyon objektív tájékozódásra lehetősége az anyáknak szülés előtt. Tehát a NEAC például évente egyszer közöl adatokat az egyes kórházak császármetszési, illetve gátmetszési statisztikáiról, de ezen kívül gyakorlatilag az anyák csak egymás között, ismerősöktől, illetve az orvosuktól, vagy éppen szülésznőjüktől tudnak tájékozódni, és az oldalra kattintva a következő dián majd azt is megmutatom, hogy hogyan nézett ki ez a térkép. Gyakorlatilag bárki kiválasztva a kórházát el tudta olvasni azt, hogy más édesanyák teljesen anonim és önkéntes módon milyen tapasztalatokról számoltak be. A kérdőívet magát azt a közösségi médiában terjesztettük, minden egyes kórházhoz, ahol van szülészeti osztály, vagy legalábbis szinte minden kórházhoz tartozik a Facebookon egy csoport, ahol az anyák a helyi tapasztalataikról számolnak be, illetve kérdéseket tesznek fel egymásnak, és ezekben a csoportokban osztottuk meg a kérdőívet, és a több mint 11 ezer kitöltés azt mutatja, hogy elég kedvező fogadtatásra talált. A kérdőívet aktívan augusztustól novemberig terjesztettük, ez alatt jött össze ez a több mint 11 ezeres szám. Az volt szerintem a siker egyik kulcsa, hogy viszonylag rövid volt, tehát összesen attól függően, hogy a hálapénzfizetésre vonatkozó kérdésre hogyan válaszoltak az anyák, 13 vagy pedig 17 kérdésre kellett válaszolniuk, tehát nagyon rövid, körülbelül 1-2 perc alatt kitölthető kérdőívről volt szó. Illetve az is fontos még, hogy a kérdőív demográfiai adatokat nem gyűjtött, ezért is lehetett ilyen rövid, és ennek a jelentőségről pedig Seitel Blanka, aki az adataink elemzését végezte, fog majd most egy kicsit beszélni. Tehát így nézett ki a kérdőív, mindenki a térképen megtalálhatta a saját intézményt. Itt a számok azt mutatják, hogy abban az időpillanatban, amikor éppen ezt a képernyőfotót készítettük, akkor hány kitöltésnél járt az az adott intézmény. És akkor most át is adnám Blankának a szót. Igen, tehát alapvetően, ha bár nagyon nehéz hivatalos statisztikákat elérni, nekünk elsődleges célunk volt az, hogy találjunk egy olyan hivatalos adatközlést, amivel össze tudjuk vetni az általunk gyűjtött adatokat, és ami mentén, szükség esetén tudjuk is korrigálni ezeket az adatokat. A NEAC 2018-as adatközlését használtuk fel erre. Itt minden kórház szerint, tehát kórházonként egyesével elérhető az összes szülés száma,
illetve az is minden kórház esetében, hogy ez az összes szülés számon belül mekkora arányban történtek császármetszéses és természetes szülések, valamint azt is tudjuk, hogy a természetes szüléseken belül mekkora arányban történt gátmetszés is. Ez a két szempont szerint, tehát a kerületi dimenzió mentén, ami még pontosabban az esetünkben megyei szintű területi egységeket jelentett, hát a területi egység mellett a szülés típusa szerint is súlyoztuk, korrigáltuk a gyűjtött adatainkat. Nagyon fontos ez a 2018-as szám, hiszen ezen az éven kívül más év esetére nem voltak elérhetőek ezek a hivatalos adatok, ezért az általunk gyűjtött adatokon belül kellett egy szűkítést is végrehajtanunk, hiszen természetesen a 2011-es évre vonatkozó szüléseket nem hasonlíthatjuk össze a 2018-as hivatalos statisztikákkal, ezért a továbbiakban elhangzó és a publikált adatelemzés csak a 2016 és az annál korábbi szülésekre vonatkozik. Tehát a 2016 és a 2020 közötti szüléseket vettük alapul, ez körülbelül 8100 kitöltést jelentett. Ezt a 8100 kitöltést viszont a területi különbségek és a szülés típusa szerint tudtuk korrigálni, ami azt jelenti, hogy ez a két dimenzió mentén a közölt eredményeink reprezentatívnak tekinthetőek, és a következtetéseink ez a két dimenzió szerint általánosíthatóak a magyarországi szülésekre. Viszont nagyon fontos, hogy ahogy minden adatgyűjtésnek, úgy ennek is vannak még további korlátai. Ugye egyrésztről azért, mert online módon lehetett kitölteni a kérdőívet, csak azok tudtak információt szolgáltatni a szüléseikről, akiknek van internet hozzáférése, ezt magabiztosan kezelik, illetve van egy alapvető nyitottságuk a közélet és a szülészeti témákkal kapcsolatban. Tehát ezekkel a módszertani korlátokkal kell számolnunk a következő eredmények értelmezésekor. Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondtad, Blanka, és akkor tovább is lépnék az eredményekre. Most itt nem lesz lehetőségünk minden egyes eredményt bemutatni. Ma, egy-két órával ezelőtt jelent meg az ígyszülten.hu felmérés eredményeit bemutató blogposztunk a k.blog.hu oldalon. Hogyha valakit részletesebben érdekelnek ezek az adatok, akkor azt érdemes elolvasnia. És akkor mehetünk is tovább. Első körben a hálapénzről szeretnék egy kicsit beszélni. A hálapénzt a kérdőívben úgy definiáltuk, minden olyan kifizetés, amelyről az egészségügyi szakemberek nem adtak számlát az anyának. Az az érdekes, hogy más hálapénz definíciót ezt nem igazán találtunk, tehát például jogszabályokban nem hivatkoznak konkrét definícióra. Ezek felül a kúria egy 2015-ös elvidöntése az, amit még alapnak vehetünk hálapénz definícióként, ez pedig az, hogy hálapénz az a juttatás, amelyet az egészségügyi szolgáltatás igénybevételét követően a beteg vagy hozzátartozója hálája köszönete jeléül a szolgáltatásban közreműködő egészségügyi dolgozónak önként nyújt. Itt ebben az önkéntesség talán az, ami nagyon fontos, mert ahogy itt ez az ábra is mutatja, hogy előfordult a hálapénzt fizetők, illetve a hálapénzt végül nem fizetők körében is, hogy kérték tőlük ezt a fizetséget, tehát ez az önkéntes faktor, ez hiányzik. Azt találtuk, hogy a válaszadóink körében összesen 68% fizetett hálapénzt a szüléséért. Számunkra ebben az adatban az volt az érdekes, hogy ez a KSH 2018-as kohorsz kutatásának az orvos, illetve szülésznőfogadásra vonatkozó adataival nagyjából párhuzamos. Tehát amiben az egész országra kiterjesztett, teljesen reprezentatív felmérésben az jött ki, hogy
A 2018-ban gyermeket váró nők kb. 66-67%-a, tehát több mint kétharmadat tervez, vagy fogadott orvossal, vagy pedig fogadott orvossal és szülésznővel szülni. És mi azt találtuk a felmérés további részeiben, hogy a hálapénz és a szakemberek, tehát a fogadott orvos, illetve a fogadott szülésznő jelenléte nagyon erősen összefüggnek. Tehát ahogy itt a baloldali ábra is mutatja, a fogadott szakembereknek, bocsánat, tehát összesen 65% szült fogadott szakemberekkel, míg 18,8 vagy 19% szült ügyeletben, és 16% volt azoknak az aránya, akik valahogy máshogy tervezték, tehát feltehetően itt azokról az édesanyákról van szó, akiknek az orvosa vagy a szülésznője valamiért végül nem tudott bemenni, és a szülésre, és aztán végül ügyeletben szültek. Tehát az derült ki, hogy a fogadott szakemberrel készülő, majd végül fogadott szakemberrel szülő anyáknak a 89%-a fizetett hálapénzt, 21,9%-uktól pedig kérte az orvos vagy a szülésznő ezt az összeget, míg ugyanez ez a helyzet ügyeletben csupán 19,2%. Tehát aki fizetett ügyeletben, az kevesebb, mint az édesanyák egynegyede. Ez az összefüggés, azt hiszem, tehát a fogadott orvos, fogadott szülésznő és a hálapénzfizetés nagyon szoros együttműködése azt mutatja, véleményünk szerint, hogy a hálapénz a szülészetben kifejezetten egy ilyen szolgáltatásért, egy extra szolgáltatásért járó díjnak számít. Tehát nem a kúria önként hálából járó hálapénz definíciója az, ami ezen a területen érvényes. Ami nagyon érdekes volt még nekünk, és ezt az összefüggést a már említett Nikolász Rubaskin és Bai Petra tanulmánya alapján vettük elő, és egész hasonló adatokat is találtunk, az a szülészeti beavatkozások és az orvosfogadás összefüggése. Tehát a kérdőívünkben összesen az anyák 39%-a számolt be császármetszésről. Ez egyébként párhuzamos a Blanka által említett NEAK adatokkal. 2018-ban a magyar anyák 41%-a szült császárral. És az nálunk is jól látszik, hogy jelentős különbség van a fogadott orvossal szülő anyák, illetve az ügyeletes orvossal szülő anyák között, abban a tekintetben, hogy volt-e, tehát hogy császármetszéssel végződött-e végül a szülés. És hasonlóképp a szülésindítás is egy elég érdekes mintát mutat, tehát fogadott orvosan a szülések 31,4%-et indították, míg ügyeletben ez csak 20% körüli volt. Szülésindításról nincsen nyilvános információ a NEAK oldalán. Azt érdemes erről a beavatkozásról elmondani, hogy ez is egy olyan gyakorlat, ami kórházról kórházra változik, tehát van, ahol a terminus, tehát a szülés várható időpontjának betöltése után 2-3 lapot várnak, és már meg is indítják a szüléseket, míg van más kórház, ahol akár egy hetet is várnak, vagy még többet. Az ígyszültem.hu felmérés kitöltői között összesen 26,6% volt azoknak az anyáknak az aránya, akik indított szülésről számoltak be. Tehát ezek alapján elmondható, hogy ma Magyarországon minden negyedik szülés indítással kezdődik. Ezen felül nagyon érdekes volt még számunkra a regionális különbségek jelenléte. Tehát azt számoltuk ki, hogy a 2019-es születésszámmal, a hálapénzfizetés gyakoriságával, ami 68% volt, és a hálapénz átlagos összegével, ami 111 ezer forint volt, erről majd még mutatok egy következő ábrát is számolva, éves szinten feltehetően 6,8 milliárd forintot költenek a magyar családok
szülészeti hálapénzre. Ez viszont régiós szinten különbözik, tehát ahogy itt a térképen is látható, Közép-Magyarországon, ahol Budapest is megtalálható, ez az összeg átlagban 141 ezer forint, míg vannak olyan területei az országnak, például Észak-Magyarország, Rél-Alföld, vagy éppen a Nyugat-Dunántúl, ahol ennek körülbelül a fele az, amit általában kifizetnek az anyák. Az az érdekes még ezzel az adattal kapcsolatban, hogy az egyetlen korábbi tanulmányban, ahol hasonlóképpen internethasználó nőket vizsgáltak, 2016-os adatok alapján 57% fizetett csak a szülésért, míg nálunk ez az összeg, vagy ez az arány, ami már ugye 2020-as adatokat is tartalmazott, ez már 68% volt. Az volt még számunkra érdekes az átlag összegen kívül, hogy nagy különbségek voltak az szerint is, hogy regionális szinten, hogy milyen arányban fizetnek hálapénzt a családok. Tehát itt is látható, hogy a legalacsonyabb a hálapénzt fizető családok aránya az a Közép-Dunántúlon volt, míg a legtöbben az átlagos összeghez hasonlóan Közép-Magyarországon voltak. Még nagyon érdekes volt számunkra az is, ami az itzultem.hu oldalon a diagramok alfűre kattintva elérhető, hogy éves szinten 2016 óta folyamatosan növekedő tendenciát mutatott a hálapénz átlagos összegének az aránya. Tehát 2016-ban még 97 ezer forint volt ez az összeg, míg 2020-ban most már 119 ezer forintra növekedett. Mint az előbb is mondtam, itt van még egy nagyon érdekes ábránk a hálapénz összegéről. Mi nagyon meglepődtünk rajta, hogy azok az anyák, akiktől kifejezetten kérték a hálapénzt, ami egyébként egy bűncselekményt jelent, átlagosan többet fizettek, tehát 140 ezer forint körül fizettek, míg azok, akiktől nem kérték ezt az összeget, hanem csak, vagyis akiktől nem kértek konkrét összeget, hanem maguktól fizettek, jóval kevesebbet, kb. 110 ezer forintot fizettek átlagban. Az új egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény, ami miatt részben itt is vagyunk, ma változtatni fog ezen, de fontos, hogy a jelenlegi jogi szabályozás szerint hálapénzt kérni az egészségügyi dolgozóknak bűncselekmény. Tehát a hálapénzfizetés vesztegetésnek számít akkor, hogyha az egészségügyi dolgozó kéri, illetve akkor is, hogyha az anya vagy a család előre, még a beavatkozás, vagy éppen a szülés előtt adja az orvosnak, vagy a szülésznőnek ezt az összeget. A hozzánk beérkezett válaszok alapján 15%-nak, tehát az anyák 15%-ának mondták meg, hogy mennyi pénzt kérnek a szülésért. Ők azok ugye, akik többet is fizettek, feltétlenül nem tudták, hogy egy bűncselekményben vesznek részt ezáltal. Ezen kívül érdekes még az is, hogy összesen 3,1%-a volt az anyáknak, akik a szülés előtt, illetve a szülés előtt is, és a szülés után is fizetett hálapénzt. Emellett külön szöveges megjegyzésben még 26 kitöltő számolt be arról, hogy nem hálapénzt fizetett, tehát nem hálapénzként fizetett, hanem számlát kapott a szülésznőjétől, vagy az orvosától. Ez még azt gondoljuk, hogy egy nagyon érdekes és további vizsgálatra érdemes információ. Végül pedig már csak arról szeretnék egy pár szót mondani, hogy miért fizetünk. Korábban már mondtam, hogy a szülészetben különösen igaz az, hogy az úgynevezett fee-for-service, vagy szolgáltatásért, extra szolgáltatásért járó díj modell alapján fizetnek
a magyar édesanyák, és ezt mutatja a mit vártál a hála pénzért cserébe kérdésre adott válaszok aránya is. Erre a kérdésre több válasz lehetőséget is megjelölhettek az anyák, de mégis 55% mutatta azt, hogy a saját választott orvos jelenléte miatt fizetett. Ez korrelál Bai Petra és Nikolász Rubaskin 2017-es adataival is. Az ő felmérésükben 50% volt azoknak a választóknak az aránya, akik a választott orvos vagy a választott szülésznő jelenlétéért fizettek. Már csak egy dologról szeretnék gyorsan beszélni, ez pedig az egyéb válasz lehetőség volt. Az egyéb kategóriánál az anyák önkitöltős, tehát szabad szöveges választ is adhattak. Azt gondolom, hogy az egyéb kategóriánál megadott válaszok mutatják nagyon jól az egész hálapénz kérdés komplexitását. Tehát többen írták például azt, hogy nem akartak volna fizetni, de a saját szüleik, vagy a férjük, vagy esetleg az anyósuk és az apósuk ragaszkodott hozzá, hogy hálapénzt fizessenek, mert ez így szokás. Ez a kulturális beágyazottságát mutatja jól ennek a problémának. Míg mások azt írták nem egyszer, hogy háborítatlanságra próbáltak ilyen módon törekedni, például egy előzetes császármetszés utáni hüvei szülésnél. Tehát azért fizettek gyakorlatilag, hogy békén hagyják őket. És utolsóként pedig még azt emelném ki, hogy szintén nagyon sokan számoltak be arról, hogy csak így az orvosfogadáson, illetve a hálapénzfizetésen keresztül volt lehetőségük arra, hogy abban a kórházban hozzák világra a gyermeküket, amit kinéztek maguknak a szemléletmód miatt. Ennyit szerettem volna elmondani, nagyon szépen köszönöm a figyelmet.